Covid alatt kicsit így valószínűleg meglágyulhatott az agyam, és akkor így ültem otthon, és olvastam Brandon Bradshaw nevű amerikai marketinges gurút, aki mondta, hogy most kell tartalmat csinálni, mert most erre igény van. Hát mondom, milyen tartalmat tudnék így csinálni, és akkor kinéztem, esik a hó, ha, ja, igen. Mici mackót átírom, igen. És akkor a hulla hóból egy kis a coachingba, hogy a mosoly ereje, meg minden. Gyorsan írtam egy szöveget, félresként tartott a videót, és ezeket kirakosgattam, és az emberek többsége az nagyon hálás volt, és jöttek a egy-két ilyen rossz komment volt, de a kedvencem, tehát, hogy mit lehet kivenni, hogy az egyik odaírta, hogy tündérem gyógyszerre ne így áll. Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja, Kapod, mai két jó barátom, Almási Kitti és Krizsó Szilvia. Kettejük barátsága egy önfelett, feltétlenül elfogadó barátság. Hát nagyon izgulok. Van miért egy. Igen, mert két olyan nő van itt a stúdióban, akik azt szokták csinálni, amit most én próbálok, hogy kérdeznek, és utána végighallgatják a választ. Úgyhogy ha bármilyen ponton úgy érzitek, hogy átvennétek a gyeplőt, főleg te, Szilvia. Akkor most szerintem, akkor kezdjük. Két tökéletesen önazonos és önmagával elégedett nővel nézek farkas szemet. Meg ők is egymással, ha éppen... Éppen ezt mondom, hogy ezt mondta valaki. Az süt rólatok, hogy tökre élvezitek azt az élet szakaszt, amiben éppen vagytok. De ezzel most kezdje le, igen, szépen óvatosan haladni előre. Pont erről beszéltünk az autóban egyébként. Hogy? Hát, hogy mennyire imádjuk ezt az élet szakaszt. Mert nem imádjátok. Hát de nagyon. De csodálatos egyébként. Csupa szép, csupa jó dolog. Tényleg, de tényleg nem. Nem, egyébként jól vagyunk. Csak... Hát realisták vagyunk szerintem, inkább mondjuk azt, nem? Hát te. Ennyi. Na, hát kérdés, hogy a pessimizmusnak vagy realizmusnak hívjuk az hát ember, őszintén látja. Nem, én néha optimistán vagyok, realista. Én pont most írtam, nagyon ritkán szoktam ilyen social posztokat, tényleg ez borza, mindegy, és pont ez a félig üres, tudod, félig teli pohár, és valamikor láttam egy mosdónak a falán, és az úgy nagyon tetszett, hogy hát ugye kérdés mindig az, hogy te hogy látod, hogy félig teli vagy félig üres a pohár, és akkor ez a válasz, hogy már annak is örülök, hogy van pohár. Tehát, tudod, ez az egyik verzió. De a másik verzió, és ez nagyon tetszett, hogy pont Tütyko írt valamit itt a mindenféle celebecskék kapcsán egy hosszú posztot, és abba írta azt, hogy amikor az van, hogy minél többet töltesz egy pohárba, az annál inkább kiszorítja belőle a levegőt. Tehát tulajdonképpen, hogyha félig üres a pohár, az baromi jó dolog, mert akkor van egy csomó levegőd, ami szabadság, és azt töltesz. Én olvastam ezt a posztodat, amikor... azért... És nem te tett lájkot, csodálatot, nem kérdés, hát nem kérdés. Akkor te voltál az. Na, még maradjunk itt azért az életszakasztán, mert én ezt azért nem zárnám le ilyen gyorsan. Vagy zárjuk le, ne beszélünk. Nem, nyugodtan. Ezt az életszakaszt? Igen. Ezt zárjuk le, mert akkor érted, akkor most a rólót is lehúzhatjuk ezzel. Nem, mert most hát, hogy szakmátokban már mindketten kiteljesedtetek, amit lehet, azt már tényleg elértétek. Tehát, hogy már beállt egy ritmus, és csak arra kell vigyáznotok, hogy minden szépen ezen a nyomvonalon haladjon, nem? Tehát, mint amikor egy ilyen hosszú tehervonat végre elérte az utazó sebességét, és már csak arra kell vigyázni. Csak mondjuk ez a tehervonatos hasonlat nem tetszett annyira. Viccelek, nem. Hát figyelj, arra kell, igen, hogy mozgásban maradjunk. Szerintem arra figyelni kell, tehát, hogy így. Tehát arra figyelünk. Én le akarok lassulni. Én mondjuk arra. Én túltoltam egy kicsit az elmúlt pár évet, úgyhogy tényleg sok mindent megtapasztaltam, de azt mondjuk még nem, hogy így pihenek. Uh-huh. Nem. Hát azért az... Én igen. Ne, de ez most mindentől nem, függetlenül. Én sokat dolgozom. Én sokat dolgozom, csak igen. Én ilyen periódusokat visszek. Igen. Tehát amióta megvan a gyerek, aki most lesz 18 januárban, én azóta az a nyári szünet... Az már nem gyerek. Hát nekem még azt tudod. Igen. Szóval nyári szünet kihúzva, téli, őszi, tavaszi kihúzva, tehát akkor egyszer nem vállalok. Előtte halálra dolgozom magam, de addig, amíg ő iskolában van. Tehát, hogy így... De hát ezt én is pont így csinálom, csak azt mondom, hogy ez egyszerűen sok volt. Tehát én nekem ami nagy cél, hogy sokkal kevesebb alkalommal megmutatni magam. Viszont sokkal több pénzé viccelek. Mert egyébként ez hozza magával, tehát hogy bármilyen hihetetlen. Állítólag így érdemes, de tényleg az, hogy tudjak töltekezni. Én azt érzem, hogy annyira nyomtam, hogy így
például én nagyon olvasós voltam. Én gyerekkoromtól kezdve, apámtól hoztam ezt a szokást, nagyon-nagyon sokat olvastam, és hát én nem is tudom megmondani, hogy évi 3 regénynél többet tudok-e olvasni. Tehát, hogy mi szerintem egy siralmas dolog. És akkor ilyenekre annyira jó lenne olyan időket találni, hogy úgy tényleg úgy föltöltődni, hogy meglépni ilyen új lépcsőfokokat, mert én most pont azt érzem, hogy egy változásban vagyok különben, tehát azért félig viccesen mondtam, hogy zárjuk le ezt a szakaszt. Tehát, hogy tényleg most elkezdtem valami új dolgot, ugye te tudod egyébként, hogy lett egy új előadásom, amiből ugye most íródott a könyv, de hogy ugye beszélgettünk róla, hogy ez most egy ilyen nagyon furcsa, komoly irány, most a furcsa, komoly így értem, hogy mondjuk például a humort, ami nagyon állandó eszközöd. Ami állandó eszközöm, nem ennyire nyilván, mint talán nálatok, de azért nagyon. Azt például így a zárójelbe tettem, és azért így keresgélem a helyem ebben, de valami oka csak van, hogy egy ilyen komoly területre léptem. Kicsit elvesztetted a humorérzékedet. Ja, elvesztettem. Egyébként azért nem találom, hogy elvesztett a humorérzék. Nem, de tényleg, szóval, hogy így megnézni, hogy hát a komolyodom, hát jó Isten, tudja. Hadd ide az anyag, hogy most már ideje lenne. Szóval, hogy nem, én tényleg azt érzem, hogy most tudnék valami új irányt venni, de ezt a darálót, én is ugyanígy, tehát szünetekben nem dolgozom, de azért az előadói szezonokban sem jó ez a heti 4-5 fellépés, tehát nekem az legalábbis nagyon sok. Úgyhogy... Uh-huh. Ilyen testi tüneteid voltak már? Fellépések? Csak az van. Ja. Már úgy értem, mert nekem volt olyan tavasszal, amikor ilyen, nem tudom én, 28 nap alatt volt 39. Jesszus tehát, is. Na, annyi az, hogy álltam a színpadon, és így, mit tudom én, egy 80 perces önálló est alatt 3-szor csekkoltam be, különben azt se tudtam, hogy hol vagyok. Tehát így néha megérkeztem így az estem, ó, már itt tartok. Na hát, és így megint eltűntem belőle. És aztán egyszer csak megint, hopp, mindjárt vége. Hogy jutottunk el idáig? Az volt már vajon? Abszolút. De ilyen volt, ugye nekem 90 percesek, ezek az önálló estek, és nekem volt olyan, mint a vezetésnél, tudod, hogy így nem tudod, hogy mentél az elmúlt 10-20 kilométeren, tehát valahogy úgy, nem is tudod, előztél, nem előztél, tehát hogy így, és hogy így mondtam, de nekem az volt a kellemetlen, hogy nekem nincs ugye ilyen fix íve az előadásnak, vagy hogy mikről fogok pontosan beszélni, csak úgy nagyjából az üzenet van meg a fejemmel, és így elfelejtettem, hogy hát nem az, hogy mi az előadás címe, de hogy mifelé akartam menni? És elkezdtem mondani így a töltelékszavakat, hogy hát a közben eszembe jut. Tehát, hogy igen, tehát akkor látva az eddigieket, azt mindenképpen elmondhatjuk, hol, és akkor ez húzott, de hát még mindig nem. Szóval azért ilyen volt, ilyen teljes homály, és aztán valami így eszembe jutott, és így beugrott, hogy hol tartottam, és aha, azért ez nem egy kellemes. Akkor ki kell szaladnod megnézni a plakátot az ajtón. Én vagyok itt, majd egyáltalán. De nagyon jó, hogy néha ilyen vidéki műfázakban visszalapozok a vendégkönyvben, és látom, hogy ott volt Kitti. Igen, igen, mi néha váltjuk egymást. Pár hónap eltéréssel ott a nézőtéren, és én mindig hazudok. Tehát mindenki azt írja be, hogy jaj, de jól éreztük magunkat, csodálatos, stb. Én mindig annakat írok be, hogy köszönöm szépen a dupla teltházat, és elnézést kérek attól a 150 embertől, akit haza kellett küldeni már. Ez jó. És akkor tudom, hogy aki utána jön, az irigykedni fogunk. Igen, mert mindenki visszalapoz, hogy mit igen, írtak igen, vele. Abszolút. Igen, meg hogy ki volt egyáltalán ott mi. Szilvi, te ezzel szemben úgy az utóbbi időben eltűntél a nyilvánosság elől. Hát, de te ugyanúgy dolgozol, ugye coacholsz, ugyanúgy ugye vezetsz tréningeket, én nagyon sok tréning. Igazából nekem a fő az, hogy tehát céges környezetben csinálok mindenféle kommunikációs témában tréningeket, tanácsadást, meg felsővezetői coachingot, tehát ez a fő. Azért néha mutogatom magamat a saját podcastomban, mert azért az is videós podcast, csak mondom, mert mit tudom, én szeretek értelmes emberekkel értelmes dolgokról beszélgetni. Ehhez képest köszönöm, hogy most hozzám is eljöttél. Engem még néha kivételt tenni, de... Ne, szóval, hogy... És téged még nem hívott meg. De egyébként elhívott. Voltak itt is ott. Elhívott, de nem ő hívott, hanem a szervező. Ló, ja. Na, most ebben nem menjünk bele, hogy kikit hívott, de hogy ott voltak ittike. Úgyhogy nekem ez a fő egyébként, és vagy tényleg a nyilvánosság elől eltűntem, és azért nagyon érdekes néha, hogy így jönnek szembe, és meg tudják, hogy emberek, hogy ki vagyok, hogy én ezzel már tök meglepődök, tehát, hogy... Sőt, megismernek a hangodról. Mondjuk a hangodról kezdődem mindenki, mert ez nagyon érdekes dolog, hogy állok mondjuk egy sorban, és sorra kerülök, és mondok valamit, és akkor a hátam tudtam, hogy nekem nem tűnik föl, hogy jellegzetes, de nyilván az, hogyha ennyien azt mondják, hogy a hangod az...
De azért igen. Nem tűnt, ez a Krissót, azt ne hagyjuk ne, ki. Azért megy az ATV, mert a mai napig megy a színházi talkshownak az ismétlése, tehát az a része megy, de mondjuk hírműsort már nem vezetek. Igen. Tehát, hogy az a része, igen. Bár mi akkor ismerkedtünk meg, amikor még vezetett. Hát jó, hát igen, mert neked fontos volt, hogy valami ismert ember legyen, hát barátod, és nyilván kapaszkodtam éppen, kapaszkodtam, és akkor jól és akkor így, igen. Most megfordítva van, tudod, igen. Most én kapaszkodok. Tehát, de hát erre valók a barátok, hát hogy ugye, biztosítsák egymást az élet nagy mászófalán. Hát viszont akkor kanyarodjunk már rá erre, hogy ti hogy lettetek barátnők? Barinők? Barátnők vagytok? Nem, csak egy jó ismerősök, távoli, mondjuk azt. Egyébként én őt nagyon kemény csajnak gondoltam, tehát, hogy, de ez ugyanaz, én sem értem, amikor azt gondolják, hogy én ilyen túl kemény, vagy ilyen savanyú, vagy nem tudom, minek hisznek a... De miért hiszik el? Tök vicces. Na mindegy. Na miért? Hát miért? Mert ott már... Én szabad ne feledd. Igen. Tehát, hogy én ettől egy kicsit féltem, hogy megjön majd Almási Kitti, a mindig makulátlan, fehér blúzos skatujából kihúzott, igen, Almási Kitti, és Krizsó Szilvia, aki 500-700 ezer néző előtt szedett ízekre politikusokat élő vitaműsorokban, vagy ilyen riportműsorokban, és hogy majd ez a két nő itt mit fog alkotni. Ehhez képest azt mondtad, Kitti, hogy ti együtt nagyon hülyék tudtok lenni. Hát, azt hiszem, hogy azért mondjuk, hogy külön is. Tehát, hogy ez egy ilyen... Ugye, úgy lettünk egyébként barátnők, hogy én annó gondoltam, miután megszületett a kislányom, és ugye mindenki ilyen, nem tudom, rózsaszín ködöket mondott, hogy a terhesség, meg a nem tudom, micsoda az életed legcsodálatosabb pillanata, és akkor mondtam, hogy hát, tehát, hogy nem kell az ekkorákat hazudni, és hogyha előtte valaki ezt elmondja, hogy azért ez nem egészen a rózsaszín köd, mindegy, és hogy akkor írok erről egy könyvet. És akkor elkezdtem interjúkat készíteni, és van egy közös barátunk, a Falus András nevű immunológus, aki mondta nekem, én nem ismertem a Kittit, hogy menjek el a Kittivel, beszélgessek, mint egy pszichológus, hogy akkor... És akkor elmentem a Kittihez, aki még akkor az esztikét ott a kis etetőszékben etette, és elkezdtünk beszélgetni, ekkor megcsináltam. Ekkor volt esztike 8 éves. Igen, 9 volt, de minden. És akkor elkezdtünk beszélgetni, megcsináltam az interjút. Nem lett belőle könyv, mert aztán rájöttem. Az volt a bajom, hogy arra jöttem rá, hogy akkor hirtelen nagyon sokan szültek így a médiából, és engem is felhívott akkor indult egy online része egy print újságnak, hogy írjak babanaplót így az online térben, és mondtam, hogy én az igazság, hogy írok babanaplót, és a gyerekem 10 éves koráig tényleg minden nap megvolt, de hogy ezt én neki szánom, mert ugye nem szeretnék vele házalni. És akkor rájöttem, hogy én most egy olyan könyvet, attól én nem értek a gyerekneveléshez, mert szültem egy gyereket, és a médiában dolgozom, úgyhogy a Kitti féle interjú, a védőnő féle interjú, a nőgyógyász féle, ez mind ott maradt a komputerben, ellenben a barátságunk meg akkor elkezdődött, és azóta is töretlenül tart. Oh. De amikor én Szilvikébe szerettem, az nem a könyv kapcsán volt, emlékszel, hogy én egyszerre nem is oda tettem a megismerkedést, hanem a hajónaplóhoz. Igen, mert volt még az MTV-ben volt egy olyan sorozat, aminek az volt a cím, hogy Hajónapló, és kortárs rendezők dolgoztak fel szépirodalmi műveket 20 perces filmben, és akkor mindig hívtunk hozzájuk vendégeket, és az egyik epizódhoz meghívtalak téged. Abszolút. Igen, és akkor beszélgettem. És a smink szobában gyakorlatilag olyan röhögés keletkezett, nyilván sminkelni nem lehetett minket, de mondom, tényleg ilyen politikai műsorokban politikusokat szétszedő nő, ilyen tök kemény, felkészült, intelligens, de ott nagyon kemény volt nagyon sokszor. Mondom, milyen jókat röhögünk, de tényleg ilyen hihetetlen volt, hogy van egy ilyen oldal, mert a másikhoz úgy nem tudtam volna max intellektuálisan kapcsolódni. Hát ahhoz azért nem, de ugye illetve igyekeztem volna, aztán hátra sikerült, de hogy ott valamilyen, mert én nekem nagyon-nagyon lényeges része az életnek a csipkelődés, a röhögés, a humor, a nem tudom, és mondom, úristen, ez a nő ilyet is tud. De egyébként ez olyan érdekes dolog, mert ugye amikor csináltam még a hírműsorokat, hogy az estét vagy a szólásszabadságát, én mielőtt lementem a stúdióba, én ott a kollégáimnak ilyen neotorretrókat, átdolgozott szövegeket játszottam, tehát hogy mert igazából az a lényem, na de hát most egy politikussal nem nagyon tudsz, nem is akarok. Tehát, hogy... Ti azok a fajta barátok vagytok, akik hasonlítanak, és ez a kötőerő, vagy azok a fajta barátok vagytok, akik inkább kiegészítik egymást? Mert róla például hallottam, Szilvi, hogy tudsz nagyon indulatos lenni, és tudsz nagyokat üvölteni, és aztán lehiggadsz. Honnan hallottad ezt? Tőled. Én mondtam.
Valahol ezt nem tudtam volna. Valaki mondta, aki te voltál. Kitti, rólad viszont ezt például nem tudom annyira elképzelni. Tehát, hogy mennyire vagytok ellentétei, vagy tükörképei? Én nagyon szeretnék üvölteni nagyokat. Nekem a hangszálam nem bírja rendesen. Néha így igyekszem, tehát ez a gyerekek kamaszkora óta különösen. Igen, lényeges szempontból. Van-e még okod rá? Nem, mert ugye ilyen a hangom, ebben az előadói időszakok nem segítenek, tehát most gondolj bele, hogy egy ilyen hangon így oda teszem magam. Le is tett fel ide. Tehát sajnos nekem így behullámzik a hangom, hogyha így nagyon meg akarnám tolni, és így nincs ereje, nincs tekintélye. Tehát, hogy... Én ki tudom ereszteni. Nem, de én is abszolút teret engedek ezek. De szerintem inkább hasonlítom. Nem, szerintem is. Tehát az értékrend az teljesen azonos, én azt gondolom, tehát hogy az abszolút. Nagyon sok dologról ugyanazt gondoljuk, és a humorunk az nagyon hasonlít, tehát hogy tényleg nagyon jókat tudunk röhögni egymással, szóval, hogy szerintem nem a kiegészítő kategória, hanem van az abszolút egyívásúság. Úgy így kell? Ez a jó? Egyívásúság. Egyívásúságodás. Sársakodás. Majd megoldjátok. De mindesetre az egy tök jó szerintem, hogy azért ezt a csipkelődést, ez csak akkor lehet, ha hasonlóak vagytok ebben. Szóval mi azért tulajdonképpen csak így beszélünk, tehát úgy dicsérjük egymást, hogy megmondjuk, hogy öltözett inkább, tehát hogy tényleg így. És ha én nem hívom, véletlenül kétszerű hívott egymás után, ez ritkán van, de azért előfordul. Figyelj, én olyan SMS-eket kapok, jó, tudom, hogy már nem szedsz, mindegy, hát ne törődjünk ezzel, végülis mindig én veszem fel a telefon, de te egy ilyen ember vagy, hát majd túl leszek rajta, tehát hogy ezeket így arcba, úgyhogy... És most lehullott az állarc, kimutattad a fogad fehérjét. Igen, de ez szerintem nagyon megkönnyíti a kommunikációt, hogy nincs olyan, ami nem mondódna ki, tehát lehet röhögve, de hogy nem, de általában mi így... Figyelj, szerintem az a barátságunk alapja, hogy egyébként tök jól tudunk lelkizni, ami szerintem nagyon fontos dolog, és közben meg tök jókat tudunk szórakozni, ami szintén egy nagyon fontos dolog, tehát, hogy... Koncertekre is járunk. Ez olyan érdekes, Anger Zsolt mesélte szintén ebben a podcastben Krisz Bece nevű barátjával, Franco Jánossal, hogy ők meg pont nem azok a lelkizősek, hanem ők így találkoznak, és ha még úgy is váltak el, hogy hírig volt, akkor is így újra találkoznak, kicsit hallgatnak, hümmögnek, és így azt érzik, hogy megint minden rendben. Hmm. Tehát, hogy náluk meg pont ez az ilyen cowboy barátság működik, hogy pont, hogy nem kilelkizik magukat, hanem mit tudom én, átmennek a hídon, vagy ülnek a tóparton, vagy nem tudom, és akkor, és ezzel emlékeznek, és emlékszem, mikor átmentünk a hídon. Igen. És semmi nem történt. Egy szó sem hangzott el, csak átmentek a hídon. És ugye a férfiaknál meg többnyire ez működik. Mi nem nem. De szerintem egy női barátságnak abszolút, tehát egy igazán mély barátságban muszáj lelkizni, nem? Mert ez nem barátság, mert ez akkor a felszínen mozgó valami, amitől lehet jóban lenni, de hogyha mélyre nem mész a dolgoknak, akkor az nem egy elmélyült valami. És Kitti olyankor benned ki tud kapcsolni a szakember? Persze, szerintem abszolút. Hát ugye a Szilvike az, akinek én tényleg megmutatom azt az oldalamat is, amit szerintem azért nem sokan látnak, tehát a magánember részemet, és ami nagyon fontos, hogy én gyűlölök telefonálni. Tehát nem tudom, hogy miért alakult ki, de az elmúlt években én majdnem meg vagyok sértődve, ha valaki hív. Volna is. Tényleg, tehát hogy így én az üzenettel úgy el vagyok, ami így békén hagy, és majd amikor én szeretném válaszolni, de valahogy a telefonhívástól kiráz a hideg. Még a legközelebbieket is érinti ez, és mi azért, hogyha ugye nem tudunk így találkozni, mert ő is tolja, hát ugye ugyanakkor toljuk a munkát, ugyanazokban az időszakokban, akkor nagyon sokszor, ha ő megy vidékre, vagy én megyek vidékre, akkor hát akár egy órát vezetés beszélgetünk. Közben. Igen, és ez például nálam egy nagy szűrő, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki ne idegesítse. Mondjuk neki megmondanám azt is, hogy na, figyelj most. Hát és soha többet nem beszélnénk, de hát ugye ezért ezt lássuk be, hogy ezért ez rizikós. De hogy, és ezt nem tudod megmagyarázni, hogy miért van, de valahogy az nem zavar. Uh-huh. Ugye ez az érdekes, hogy ez egy felnőttkori barátság. És ugye azt szokták mondani, hogy általában a gyerekkori az, ami a tényleg a legőszintébb, a nem tudom micsoda, de mégis nagyon-nagyon hamar eljutottunk egy nagyon-nagyon-nagyon őszinte szintre, és egy nagyon-nagyon erős kapcsolódási szintre, és ez szerintem ritka egyébként. Nagyon. Mm-hmm. Tehát, hogy én nekem az főse, tényleg, tehát az bennem valahogy főse vetődik, hogy a Kitti egy országosan ismert pszichológus. Tehát nekem ez ebben az értelemben semmi szakmaisága nincs
annyi talán segíthet, hogy megbeszéljük, hogy most mit tudom én, milyen volt a közönség, vagy hogy most hívnak, nem hívnak, van-e most alkotói válságot. Tehát jobban megértjük, mondjuk maximum azt mondanám, hogy jobban megértjük azokat a lelki folyamatokat, amik azokon azért átmennek, akik nyilvánosság előtt szerepelnek, hogy akkor ez most jól sikerült, vagy nem, most van elég, vagy nincs elég, most túl sok van, vagy túl kevés, szóval, hogy de ettől függetlenül, én legalábbis a magam oldaláról, én soha nem azt érzem, hogy nekünk ez egy ilyen szakmai kapcsolódás lenne. Tehát én őt úgy látom, hogy ő a Kittiket. Tehát, hogy így. És Szilvike. De egyébként az más kérdés, hogy... Valamiért mindig így hívjuk egymást. De azért az benne van a pakliban, hogy nagyon sok éve beszélünk arról, hogy egyszer valami közöset létrehozni. Abszolút. Tehát ilyen előadást viszont van. Könyvet. Hát mert sok mindenen. Nem egyik sem, hanem valami... Zenekart. Hát valami felnőtt filmet van. De még nem volt megkeresni. Ezt szerintem bágjuk. Nem volt megkeresés. Mert ugye voltunk egyszer így barátnőként egy interjúban, és ott én elmondtam, hogy a Szilvike, amikor voltunk egy koncerten, akkor ott elkezdte rákcsálni a fülcimpámat, és végül... Ez maradt benne. Végül is jó. Ez egy tök érdekes dolog, ez valahogy kezded el, hogy ez nekem gyerekkori, tehát én az anyukámnak is imádom valahogy a fülcé. De nem mindenki ért, tehát hogy az legyen tiszta, úgy ez fontos. Kiszorodok a sapkámért. Ne, tehát nincsen ilyen beszély azért, tehát nem úgy, hogy szembe jön valaki, és akkor hirtelen rákattintok a fülcimpájára. Nem, de én a fülemmel vagyok a legelégedettebb, tehát én azt gondolom, hogy ez a legszebb testrészem. Lehet, nagyon szép. Tehát ilyen kis formás, és ezért ez engem nem zavart, mert úgy gondoltam. Nekem is, most az egyik fülcimpámat is dicsérjétek, az se nagy, hát nézd meg. Na, nagyon igen, szép fülem. Arányos. A kis picuri. Erre tervezted vinni Hát első Kitti, második Szilvi, negyedik Csanád. Efelé tervezted vinni a beszélgetést, igen, a cimpák igen, felé. Igen, reméltem, hogy kiukadunk. Hát tudom, hogy vezesselek hát rá benneteket. Hát sikerült, tehát, hogy valahogy mégis úgy alakultak a hullámok. És ezt a zenekar dolgot, amit az előbb mondtam, hogy csináltok valami közöset, ezt nem véletlen mondtam, mert hogy Kitti, te Heget ültél gyerekkorodban, Kriszti, te pedig az opera gyerekkórusában énekeltél. De én is játszottam ám hangszeren. Igen? De bizony. Felnőtt filmhez tudnék csatlakozni, mert három évig furuljáztam, és a tévébe borzasztam. Jaj, bocsánat, még föl is borítom itt az egészet. Egyre kibághatatlanabb lesz az a szál. Annyira kellemetlen, tényleg, hogy őt hoztam el magammal. Most már mindegy. Én pedig vízvezeték szerelő voltam két év. Jó, de ez a kimélyed szakít, olyat szakott. Hát akkor. Szóval, hogy én, tehát 20 éves koromig énekeltem, de hangszeren is játszottam. Én zongorázni szerettem volna különben, csak se pénzünk, se helyünk nem volt, úgyhogy itt maradtak ezek a kisebb hangszerek. De az olyan érdekes, hogy 20 éves korodig énekeltél az opera gyerekkórusában, de az már szerintem sok, nem? Nem. Tehát nem szóltak, hogy mit történt. Felnőtte. Nagyon figyelsz, ebből ez is kiderül. Nem, ez úgy volt, hogy volt egy budapesti lánykar, ami az opera meg a rádió gyerekkórusának a már kinőtt gyerekeiből tevődött össze, és akkor mi jártunk vissza. Ja. Tehát, hogy ugye Botka Valéria meg a Csányi Laci bácsi voltak ugye a karnagyok, és akkor volt a Domájné Szebellédi Valéria, aki az opera gyerekkórusának volt a vezetője, nekem az osztályfőnököm, és egyébként Zsuzsa néninek hívtuk, de mindegy. És kellett igazából nagyon érdekes dolog a besegítés. Tehát, hogy úgy mentünk gyerekként fellépni, hogy ott álltunk a gyerekek között, de hogy kellett egy hangerő, mert kellett. És akkor 20 éves koromig mentem vissza. Hát egy időtán tényleg azért biztos nyilván többeknek feltűnt, hogy egy picit túlkoros ez a kislány. De még mentem volna, csak én kimentem 92-be fél évre Szevillába dolgozni a világkiállításra, és mire visszajöttem, effektíve megszűnt a lánykar, mert a csajok abba hagyták, és akkor már nem volt hova visszajönni. Tehát, hogy így. Ó, oh, de szomorú. Én hát néptáncoltam 14 éves koromig, és akkor abba hagytam, mert az nem cool, inkább karatéztam, mert az cool, és basszus, akkor indult a hormonális forradalom a néptáncos fiúknál és lányoknál, és kiderült, hogy a néptáncolás igazán izgalmas korszaka az a 14-18-ig, amit én lecseréltem a Gedán Barágy Zsodamikére.
Igen. Úgyhogy, te meg küzdősportolsz, Kitti. Hát most pont vissza akarok térni, mert most pont az előadói időszak miatt így kicsit kimaradoztam, úgyhogy így szégyenkezve írtam az edzőmnek, hogy azért vagyok még, és nagyon szeretném folytatni. De ez csak egy interjú következtében indult el ez a szál. Mert ez ugye, is, ez is. Ez is, igen. Mint ahogy az is, hogy itt ültök hogy, annak igen. Közlete, hogy te igen, interjúltál. Hát ahova téged is meghívtalak, ugye oda meghívtam Zsiga Melindát is, és tényleg egy annyira szerethető, végtelenül profi lányt, lánynak hívom, mert annyira fiatalos, hogy egyszerűen senki nem hiszi el az életkorát, tehát mondtam neki, hogy így hátizsákkal jött, hogy szerintem 18-nak is épp hogy, tehát tényleg egy csodálatos lány. Úgyhogy azért nagy részt a személye miatt járok egyébként az edzésre. Nyilván én nem vagyok annyira profi, kicsit rosszul esett, mert Esztikével mentünk el, ugye belejárunk, ha járunk, és akkor mondták, hogy milyen cool, hogy anyuka el is eljött, és éreztem, hogy én már az a korosztály vagyok, aki milyen jó, hogy a mami is így eljött. De egyébként baromi jó, tehát nekem ez óriási élmény tényleg, amit ott fölszabadult. Tehát érdekes dolog ez, hogy előbb a zenéről kérdeztél, de ugyanúgy, ahogy meg a kiabálásról, hogy nem tudok jól kiabálni, valahogy az ütés is egy ilyen, amit soha nem gyakoroltam, tehát hogy így az agressziót így tényleg így szabadon kiengedni magadból, most nyilván nem úgy, hogy pusztítasz valakit, vagy valamit, de hogy úgy kiengedni. És ez egy csodálatos lehetőség. Például az, hogy ütsz egy zsákot. Igen, képtelen zsákra. Lennék valakivel, tehát ez biztos, hogy nem is menne, mert hát nem is vagyok még olyan ügyes, de hogy ez így nagyon-nagyon segít. És pont az éneklésre mondom, Szilvike már megugrotta azt, amit én nem, mert ő ugye énekelt színpadon, nem is egyszer, és nem is akárhogy. És én például erre mindig vágytam. Én is énekel. Hát ugye, aki hegedül sok évig, és kamarazenekar, első hegedűzé, kötelező nyilván a... Ezt így szépen végigjártad? Abszolút. Kamaráztam? Abszolút. És ugye kötelező volt az énekkar is, tehát nekem mindig ott volt, ott, hogy így elképzeltem, hogy színpadon állok, és így énekek. Azért... Na hát akkor megvan, na. Édesem. Akkor de én ezt nem mertem megtenni. És akkor majd fölépünk. Én ezt nem mertem megtenni. Na. Egyszer Mezőmisiben volt egy közös... Mezőmisiben volt egyszer egy közös fellépésünk, és akkor a sanszont elkezdte énekelni, és én elkezdtem a függöny mögött, kivételesen ugye tudtam a szöveget is, meg hogy így ott mertem énekelni, mert hát olyan nagy volt a hangerő, de ő valahogy hallotta, és ott mondta, hogy kimegyek, mondom, Isten őriz, hogy biztos, hogy nem, tudod, hogy de közben ezzel így kacérkodom nagyon régóta, hogy egyszer az annyira menő lenne. Tehát én sajnos nem iszom alkoholt nagyon, de az biztos segítene. De tényleg, csak ugye, ugyanakkor az egy tök nagy dilemma, nem? Hogy az emberek már ismernek valamilyennek, meg valakinek, igen. És hogyha ahhoz képest megmutatod egy új arcodat... Hát azt nem szeretik szerintem. Szerintem azt nem fogják. Figyelj, de igen. Jó, de nem kell vele foglalkozni. Tehát, hogy én tök érdekes dolog, mert én a talksomba kezdtem el a színpadon énekelni, igen. De csak poénból. És amikor egyszer Bálint András mondta nekem, hogy Szilvia, te nem énekelsz igazán jól, akkor először megsértettem. Most ugye ezt mondta. És aztán rájöttem, hogy ha ezt most bárki azt hiszi, hogy én most azt hiszem magamról, hogy én egy énekesnő vagyok, akkor inkább nem énekelek, mert én ezt csak egy poénnak szántam. Tehát, hogy úgyhogy, de hát ezzel még a pozsonyi pikniken is emlékszem, fölléptem, mert ugye a talksom kapcsán hívtak, meg aztán Gödöllőn volt egy heteljest, ahol énekeltem, hogy ott voltak itt is. De hogy az egy felszabadító dolog tud lenni, hogy nem foglalkozol azzal, igen. Hogy akkor most azt gondolják, hogy na hát most mit én magadnak. Tehát, hogy meg arra nem is beszélve, ott a geszti, hát most azért lehet sok oldalúnak lenni, szerintem az nem baj. Tehát, hogy ez így... Igen, de ebben te előrébb jársz, tehát én sokkal inkább foglalkoznék ezzel. Én nem tudom ezt így letolni, ahogy Szilvike, tehát ő tényleg ott van, nyomja, és tényleg látszik rajta, hogy élvezi, és nem azzal foglalkozik, hogy most a nem tudom, kikkel összehasonlítva, én nem tartok itt ebben. Igen, az a baj, hogy van benned is, ahogy bennem is, Kitti, egy ilyen megfelelési kényszer, amin elég sokat dolgoztunk már. Figyelj, bennem is van megfelelési kényszer, csak bizonyos értelemben én arra jöttem rá, hogy ez olyan sok korlátot állít előttünk föl. Hogyha a megfelelési kényszerünkből adódóan írtam erre. Hát ugye, jó, csak hogy az élvezet. Tehát én például arra vágyom, hogy egyszer, igen, én például sanzonokat tökre el tudnék képzelni, hogy azokat énekelek. Tehát én nem akarok, nem tudom, a Carnegie Hallban fellépni, mert ahhoz nincs meg a hangom, de hogy mondjuk egy bárban, ahol egy ilyen igényesebb közönség van, és ott tényleg jó dalokat, jó környezetben, örömet okozva másoknak, ahhoz úgy lenne kedvem.
És te végül nem írtál könyvet, Szilvi. Nem. Te viszont, Kitti, rengeteget írtál, pontosan nem is írtad, hanem diktáltad, mert ugye rájöttél, hogy az a te módszered, hogy az előadásaidot írod meg könyvformájában, ami már szóban benned van. Igen. És úgy gurul ki igazán, a mostanit is úgy írtad? Mert akkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy saját gondozásod van. Most jelenik meg legújabb könyván. Igen, de emiatt most nagyon izgulok. Tehát ez ugye ugyanaz az est, amin te is ott voltál, amit... Én is ott voltam, azt is tett hozzá. Ja. Hát, de az nem kérdés. Na jó, az de hát, kérdés. Jó, hát csak azért, hogy az nem kérdés. Igen, csak te előrébb ültél. Egy sorba ültünk, képzeld, de csak nem mertelek megszólítani. Kérdésem pedig meg elkezdtem. Igen, hárommal vagy négyel ültem mellette, csak mondom, hát úgy csatolt, hogy én ki vagyok, és most olyan hülyeség, hogy oda megyek, és akkor bemutatkozom. Nem, mert tökre ültem volna. Meg nekem ilyen farkasfogságom van egyébként, ha csak így járok a világban. Tehát, hogy én ilyen körvonalakat látok, de arcokat nem. Így annyira el vagyok általában a saját kis világomban. Na, szóval egy helyre ültettelek titeket. Na, tehát az a lényeg, hogy és azért... És bocsánat, is ki tudja, hogy ki mindenki ült még ott. Hát ugye... Nem sorolnám fel a listát, de az a lényeg, hogy... Josh Clooney az ő belegyött, tehát, hogy innen nehéz visszakanyarodni a könyvemre. Nem, szóval, hogy más a hangulat. Tehát mondom, azért ez egy más típusú könyv lesz, ez egy sokkal nehezebb téma. Ugye más szerkesztővel készítettük, mind a kettőnknek első saját könyve, most így értem, tehát nekem ugye saját vállás, mert egy kiadót alapítottam hozzá. Igen? Igen, tehát hogy nincs mögöttem ugye egy nagy kiadó. A szerkesztő egy nagyszerű szerkesztő, de ő is könyvet most szerkesztett először, tehát hogy azért így összefogtunk, és az anyagok nagy részét úgy küldtem át, hogy fölmondtam, van egy ilyen nagyszerű app egyébként, ami rögtön beírja. Amit mondok. Tehát ez már nem úgy megy, hogy diktafon is gépeli valaki, hanem... De nem rak be közben reklámokat. Egy-egy szót azért furcsán ír át, de egyébként egész jól működik, úgyhogy nagy része így, hát azért a 30-40%-a az azért még gépelve. De amiatt izgulok, mert az eddigi könyveimet szerintem sokan szerették, vagy van olyan, amit nagyon sokan szerettek, és emiatt most van egy megelőlegezett bizalom, és hát azt jövőre fogom látni, hogy tényleg magát a könyvet szeretik-e. Az ilyenkor nem derül ki az előrendelések. Veszik meg, hanem... Hát ugye az előrendelések, amik most zajlanak, és az nagyszerű helyen áll a könyv, az nagyon megnyugtató, de az annak szól, amit eddig olvastak. Ugye ezt még nem tudják olvasni, mert 3 nap múlva... De minden van megvették, akkor már javítják a sok hát igen, mindegy, az a pénz már nálad. Hát igen, csak hogyha ugye az a hírem megy el, az tényleg nagyon lehet látni, hogy melyik az a könyv, ami ilyen szép kifutású, tehát hogy még sok év múlva is nagyon sokan veszik. Tehát az eddigi 6 könyvemből 2 ilyen van, nem 3. Ami ilyen szép kifutású, van olyan, ami inkább egy ilyen fölívelő, sokan megveszik, és akkor utána azért az alább hagy, úgyhogy ez most egy drug bennem, és hát az is, hogy ugye amikor kijön a könyv, akkor ugye újra megtartom azt az előadást, amit láttatok, és hogy próbálom most egy picit lazítani. Tehát egyszerűen döbbenetes dolog ez, hogy miért tartottam én ilyen komoly előadást, hogyha egyébként a humort szeretem a legjobban. Miért tartok egy humor nélküli előadást? Tehát ez egy nagyon fura. Hát én miért viszem el az esteket szintén komolyba egy bizonyos ponton? Mert volt rá egy igényed. Igen, de azért az alapeszközödet megtartott közben, tehát visszatérsz hozzá. Én ebben, ahogy láttad is, teljesen elengedem, és emiatt sok éve nem tapasztalt izgulást éltem meg előtte, ezt meséltem mind a kettőtöknek utána, hogy gyakorlatilag azért aki ismert, hallotta a hangomon is, hogy konkrétan remegett a hangom az első 10-15 percben. Hát ilyet tényleg a legkezdőbb időszakomban tapasztaltam csak. Mert általában az első hangot, hogyha így elkezdem, akkor én is úgy megnyugodtam, és utána így tudtam áradni. Most iszonyatosan feszült voltam. De milyen érdekes könyv, hogy ez nyilván abból a fajta hiedelemből jön, hogy azt gondolod, hogy tőled azt várják, hogy kimész a színpadra, és neked viccelned kell. Más miközben szerintem nagyon felszabadító érzés tud lenni egyszer úgy találkozni nézőként saját magaddal, és nem viszel a nevetést. Tehát, hogy ebből a szempontból ez milyen érdekes, hogy ez mekkora korlátot jelent, megint csak visszamegyünk a megfelelési kényszerhez, mert egy percig nem éreztem azt, hogy én várom a poénokat ezen az előadáson, és csak nem bírtad megállni, mert a végén benyomtál egy poént egy másik könyvből azért, hogy old a feszültséget, miközben szerintem néha az nagyon érdekes tud lenni, hogy egy gyomros
beviszel saját magadnak nézőként az alapján, amit hallasz vagy látsz. Hát tehát igen, hogy... csak előadóként meg nem tudod, hogy most az a nézőtérről áradó csönd, az most minek szól. Így van. Tehát, hogy azért most megdöbbentek, most elérted a lelküket, most nem tudják, hogy mi van. Tehát, hogy főleg az első pár alkalommal, mikor csinálod az előadást, akkor még ez egy ilyen halálugrás, egy ilyen lépés a semmibe. Aztán utána kezded megtanulni, hogy most éppen mit éreznek ennél a résznél, most mikor kezdenek el fészkelődni esetleg, mi az, ami már túl sok, de az első 10-15 alkalom az még mindig ilyen, nekem is ilyen. Hát lehet, hogy feladtam magamnak a leckét, ha már erről írok könyveket, bátran élni, meg ki vagy te, elvárások szorításában, meg minden ilyen, hogy tulajdonképpen itt ugye visszaigazolás nélkül maradsz, és semmi más nem tudsz tenni, mint hiszel abban, hogy amit szeretnél odaadni, az érdemes arra, hogy odaad másoknak. Tehát tulajdonképpen teljesen ebbe zuhantam bele ott. Úgyhogy hát egy előadónak azért érdemes elhinnie. Igen, igen. És akkor nem jön vissza nevetés formájában, hanem igen. Lehet, hogy egy nap múlva jön vissza komment formájában. Hát sőt, az napok múlva, igen. Nagyon sokan írtak napok múlva, hogy annyi na, kellett hát, ahhoz, hogy ez így átfusson, vagy... De ez olyan jó, nem? Amikor, te tudsz még ezzel mit kezdeni? Nagyon, Kitti? nagyon jól esik. Hát, amikor konkrétumokat is írnak, tehát, hogy mifelé vitte ott ugye a végén, azért volt egy-két kép is, ami megjelent ugye ott egy ilyen... az utolsó nyugodt 10 percben leírják, hogy ki jelent meg előttük, mi jutott eszükbe, melyik elvaratlan szál volt az, ami így fölmerült, hogy fú, kivel kéne tényleg megbeszélni, tisztázni azt a konfliktust, elköszönni valakitől, tehát bármilyen. És amikor azt írják meg, hogy ezt megtették, tehát azt érezni, hogy ennek tényleg konkrét gyakorlati haszna van, az nekem csodálatos, nekem ez volt a legfőbb célom. Mm. Tehát ugye nyilván mivel PhD-ztem, ugye nekem a kutatási vonal volt az első ötletem, vagy az első kör, vagy tanítani az egyetemen, vagy bárhol, és tényleg arra jöttem rá, hogy én annyira gyakorlati ember vagyok, hogy én azt szeretem látni, amikor valaminek lesz valami haszna. Tehát akár terápiák során látni, ahogy valaki fejlődik, én ugye ilyen elég intenzíven tartom ezeket az üléseket, tehát ugye nem, tehát intenzívek, de így nem abban vagyok jó, hogy mondjuk a szupportív terápiát folytassak, hanem abban, hogy úgy célokat kitűzni és haladjunk. És ugyanígy az előadásokban is ez volt a cél, hogy azért nem idegen szavakkal, azért közérthető, hogy tényleg valami haszna legyen, hogy bárki, aki hallgatja, valamit el tudjon vinni belőle. És amikor látsz egy ilyen sztorit, hogy tényleg valakivel mondjuk egy konfliktus tisztázott, és több év után újra beszélnek, vagy leesett egy nagy teher róluk, ez fantasztikus érzés. Kitti, rólad azt olvastam, Jézusom. Hogy sírós vagy. Aha. Hogy tökre szeretsz sírni, ilyen nagy megkönnyebbülős sírásokat, és hogy akár filmeken is, és képzeld, hogy én is. Ha. Nem tudom, Szilvi, te osztozol ebben én, a közös szenvedélyünkben. Azt úgy tudnám fogalmazni, hogy is. Nálam sokkal sírósabb a saját férjem. Tehát, hogy tök érdekes dolog, hogy ő abszolút. Tehát, hogy ő olyan szinten el tud érzékenyedni filmeken, vagy érzékenyülni filmeken, én nem. Bizonyos dolgokon igen, de a Luca és a kislányom is. Tehát, hogy nekem ez valahogy hangulatfüggő, tehát valamikor nagyon-nagyon tudok sírni. Én például régen azt csináltam, hogy amikor bajom voltok, elővettem a kis szintetizátoromat, eljátszottam egy kis Bartókot, azon kibőgtem magamat, és akkor utána. De mostanában valahogy érdekes módon nem tudok annyira sírni a filmeken. Én nagyon tudok. És az az aljas, ha moziba mész, hogy ki van bekázva, tudod, hogy ajaj, most jön majd, és már érzed a könycsatornáidat telni, már a szemed megtelt, most jön az orrod, jaj, puff, drámai befejezés, elerednek a könnyek, mindened egybe fölkapcsolják folyik, a fölkapcsolják a villany. Abszolút. De nekem van olyan zene is például, ami nem tudom, hogy hova kapcsolódik bennem, bármikor beteszem, bármikor. Az első fél percben már sírok. Én tudom, hogy tudok sírni. Ha megyünk hosszabb útra, és ahogy nézek ki, és haladnak el a fák, számomra az valahogy nem tudom miért, mindig az elmúlásról szól. És akkor szokott eszembe jutni, apukám, nagymamám, szerintem tök érdekes dolog, hogy tehát ülünk, előtte jókat röhögtünk, megyünk mondjuk síelni, nem tudom, és hirtelen valahogy a fáknak, ahogy így mennek el, és az, hogy elhalad, és én, na például én attól tudok sírni. Pedig valójában te mész el a fa. Pedig én megyek, de mégis valahogy ez egy érdekes. Ez mindig jusson eszedbe. Valójában mi búrunk el, nem a fa. Igen. Most ez így jó lesz, most elkezdemünk síelni, akkor ezt most el fogom tudni. Én összeírtam filmeket, amiknek a végén sírtam. Hát, ha van egyezés, E.T.
Ott nem. 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 Most van egy film, a Tom Hanks-el, az ember, akit Ottónak hívnak, azt hiszem ez nem a címe. Nem láttam, pedig meg akartam nézni, mert imádom a Tom Hanks-el. Jó? Nagyon jó, nézzétek meg. Igen? Egy ilyen igazi, ilyen grumpy, ilyen, izé, ilyen kis geci bácsi. Toy Story 3. Nem. Meg az egyet sem. Nem. Sem. Hát, mi, jót akartok bőgni. Ha olyan Toy igazi istereset akartok. Toy Story 3, hogy az Andy, aki addig a játékoknak a gazdája volt, ő már kamasz lesz, és már nem játszik többet a játékaival, és a kalandok végén az a filmnek a vége, hogy az egészet így odaajándékoz egy másik kisgyereknek, hogy mindazok a kalandok, amiket ő átélt, azok a kalandok most megtörténhetnek. De most akkor már meg se kell néznünk a filmet, most igen, a végén. De egyébként ez nagyon hasonlít a Laci és az oroszlánra, nem tudom, hogy azt ismered, de azt hát a mesét. Igen, csak a Walt Disney-nál egy kicsit nagyobb volt a költségvet. Jó, de arra a kiskönyvre nem tudom, hogy emlékeztek, és én azt egyszer elmondtam előadásban példaként, mert Laci és az oroszlán arról szól, hogy Laci nagyon félős, nem mer bemenni a sötét szobába, vagy oda menni az erős fiúkhoz, és egy ilyen kicsi kis oroszlán beköltözik hozzá, egy ilyen kis gombockaként ott van a zsebében, és mondja, hogy mindig csak így paskolj meg, és akkor... Ó, ez a férfiaknál szokott. De ez így a hátsó zseb, és hogy akkor itt leszek, és erőt adok, vagy hát bátorságot adok neked, és akkor így Laci egy bátrabb, bemegy a sötét szobába, és akkor egyszer visszaszerzi a lányok labdáját az erős fiúktól is. És akkor megpaskolja így, hogy köszöni a kis oroszlánnak, és rájön, hogy nem is az oroszlán van ott, hanem egy alma. És akkor az oroszlán írt neki egy levelet, hogy már megtanítottalak a bátorságra, és most már elmegyek egy másik kisgyerekhez, hogy őt segítsem. Na, én azon simán majdnem elsírtam magam a színpadon, és nagyon hasonló szerintem, hogy így valamit így átadni a következő gyereknek. Nagyon szép sztori. Illetve amin még sírtam, de azon nagyon-nagyon, az Oroszlán királynak az eleje. És színházban ráadásul. Uh-huh. Láttam egyszer Londonban is, meg egyszer azon New Yorkban igen, is. Azon én is tudok. Tehát az például az engem is. És ha megnézed, igen. A YouTube-on is fönt van a musical, hogy ott színpadi látványban megcsinálták, hogy jön föl a nap, bevonulnak állatok, de úgy mozgatják őket a táncosok, hogy elhiszed, hogy ott egy zsiráf, ott egy elefánt, szól ez a dal, egy új élet megszületik, és még el se kezdődött a musical, és én már ott ülök ilyen vörösre sírt arccal. Én gyerekkoromban, én tök érdekes dolog, hogy bizonyos színdarabokat azért nem láttam, mert valószínűleg nekem van egy ilyen, azt hiszem, hogy nem egészséges halálfélelmem, és abban, hogy valaki meghal, az nagyon sokkol, de még akár egy ilyen Derrick című sorozatban is, tehát, hogy, és én azt emlékszem, hogy úgy laktunk, hogy mi Újpesten laktunk, és a anyukám még szobájában volt a tévé, és akkor volt egy ilyen hosszú folyosó, azon el kellett menni aludni, és visszalopóztam. Uh-huh. Ne vegyék észre, hogy én is nézem a tévét, és mondjuk pont olyan filmet néztek, ahol meghalt valaki, akkor emlékszem, hogy mentem a fürdőszobába, és úgy sírtam, hogy nehogy az én szüleimmel ez bármikor megtörténjen, tehát hogy ezen például tudtam sírni, és most is azért, tehát hogy vannak filmek, amikor elsírom magam, de általában ilyeneken, tehát hogyha valami halál dolog van benne. Én ugyanígy visszalopózva láttam az Emmanuelt. 11 évesen. Hát, akkor egész más érzéssel kerítettek hatalmukban. Még azon gondolkozom, hogy kik néznek téged, mert hogy a Derrick és az Emmanuel, ez vajon hányaknak van ez utalások. Bármi kis. Egyébként jó részt 35-50 közötti férfiak, igen? Csak mondom, hogy, na, hogy ennek férfiak, a beszélgetős podcastnek. Hát akkor másképp öltöztünk volna. Hát, jaj, ne viccelj már. Meg mondjuk a műkörömre még ez, akkor még jó, hogy nem hoztuk fel. Hát, hogy én is a másik hajamat hozom. Igen, ez csak zselé lehetett volna hozzá. Na, adtam nektek házi feladatot, ugyebár, hogy mondjatok egymásról három. Egymásról? Vagy igen. Magatokról készül? Nem, az volt a leírásban, hogy a vendég készül. A vendég hozom a Kittiről. Jó, úgyis jó. Ez mindig összekeverem egyébként. Hát lehet, hogy így. Ezt írtad, mert kimásoltam neki. De ha közben te tudsz esetleg a Szilviről valami hasonlót akarni kísérni. Na jó. Tudnál. Igen. Hogy igen, hogy akkor mi az a mondjak három sztorit, és akkor te majd eldöntöd, hogy melyik a... Melyik a nem igaz. A nem igaz. Jó. Hát melyikkel is kezdjünk, ugye? Kezd a nem igazzal, és akkor megkönnyíted a dolgom. Az lesz, akkor azzal kezdem. Na hát ugye azt már mondtuk, hogy ugye egy óvodában jártak a lányaink, tehát a Kittinek a kisebbik lány az Esztike, meg a Lucus, és... ugye hát az óvodában mindig szokott, de egyébként az iskolában is mindig szokott lenni farsangi buli, ahol a gyerekek ugye beöltöznek, és akkor mit tudom én, zsűrizés, stb. És akkor volt egy farsangi buli az óvodában,
De a mi óvodánk az egyébként egy nagyon jó csapat volt, nagyon sokat összejártunk, ott azért voltak nem teljesen komplett apukák, és mondták, hogy jó, de azért ne ezt csináljuk már, hogy akkor most a gyerekek versenyeznek egymással, nem akkor ugye a szülők is öltözzenek be. Jó, hát akkor beöltöztünk. De ez még mindig nem volt elég, mert az óvónénik kitalálták, hogy akkor legyen a gyerekeknek gombóc evő verseny, mert az milyen aranyos. És ezek a nem teljesen komplett apukák kitalálták, hogy oké, de akkor legyen a felnőtteknek is gombócevő verseny, és akkor igazából a kardomba döltem, mert Kittike engem legyőzött a gombócevő versenyben, mert azt hiszem, hogy te vagy 10-et ettél, én meg azt hiszem, hogy 6 gombócnál így vége lett, de azért annak volt egy ilyen élménye, ahogy egyébként általában jól felöltözött, normális gondolkodású férfiak és nők gombócevő versenyt játszanak a gyerekekkel, hát ez volt az egyik közös élményünk. Aztán volt egy másik közös élményünk, az, ugye többször voltunk együtt síelni, de ez egy olyan síelős közös élmény volt, ahol külön mentünk, mert a Kitty pont a lányainak az iskolai osztálytársaival ment, vagy ilyen iskolai, mi meg a szokásos baráti társaság, és reggel találkoztunk Nászfelden a síkölcsönzőnél, és akkor megbeszéltük, hogy este a hüttében majd bulizunk egy nagyot. És akkor ugye ez az ilyen tipikus csajos, hogy megérkeztünk este a hüttébe, és hogy mert hogy a Kitty hív, és akkor a Kitty nem hívott. Nem mondom, akkor nem hívom föl, mert mindig az van, hogy mindig én hívom, akkor most nem hívom föl, és hát el is maradt a közös hüttézés, de aztán már másnap nem bírtam magammal, és akkor fölhívtam, hogy hát, mondta, hogy hát figyelj, annyira nem voltam hüttézni, hogy én rögtön az első lejtőnél aznap estem egy baromi nagyot, úgyhogy szalagszakadásom lett, és mentővel kellett hazamennem. Meg nem tesz, csak hogy megúszta a hüttézés. Hogy a hüttézés haza, ha mennem, úgyhogy így elmaradt a hütte. Ez volt a második. És akkor a harmadik sztori, amikor bár még mindig nem 40 éves, de pont ünnepeltük valamilyen rejtésokból kifolyólag a 40. születésnapját, és akkor ugye elég sokan voltunk, és mondta, hogy hát majd lesz egy drámai csúcspontja ennek az eseménynek, és hát fogalmunk nem volt, hogy mi lesz ez a drámai csúcspont, és egyszer csak egy ilyen hip-hop zene megszólalt, és akkor előpattant egy edzőcsaj, meg a Kitty, és ugye lenyomtak így egy ilyen elképesztő hip-hopot a 40 éves születésnapi partin, hogy kvázi mégiscsak ugye megmutassa, hogy azért megvan még a virtus, úgyhogy mi meg így néztünk, hogy úristen, hát ezt sok mindent gondoltunk volna, de azt mondjuk, hogy hip-hopozik Kittike, azt így nem. Na ezzel a három sztorival készültem. Tehát egy hip-hop, egy szalagszakadás és egy gombócevő versenygyőzelem. Ebből kell kitalálni. Azt tudom, Kitty, hogy te is olyan vagy, mint én, hogy ha úton vagy, akkor nem válogatsz a szénhidrátban. Úgyhogy még akár azt is el tudom képzelni, hogy elvesztetted a fejedet a gombócok láttán. Egy ilyen óvis farsagon, ami amúgy is nagy stressz belőle a gyerekeknek a jelmezét. Abszolút. Azt ne is mondanám, ne is beszéljünk. Az borzasztó. A fiam tavaly kitalálta az osztálytársaival, hogy ők falanx lesznek. Három fiú. Pajzs, meg lándzsa. És mondtam, gyerekek, hárman tihez kevesek vagytok. Tehát, hogy két oldal, bárhogy helyezkedtek, két oldalról támadhatóak lesztek. És ha kiderül, hogy a macskanő meg a Elza legyőzött titeket, akkor nagyon vérges lesz. És beállt-e? Nem álltam, mert nem szólok bele a farsang jelmezükbe. A kisebbik fiam ugyanabban az évben sorompó volt. Tehát nagyon, nagyon, nagyon furcsák a gyerekeim. És csak egy jó pszichológus, erről kéne belebeszélgetni nekik. Igen. Hát nehéz a kérdés. Nem tudom, mondjuk a szalagszakadásra, hogy nem igaz, de teljesen csak így tippelek. Igaz. Igaz a szalagszakadás? Igen, tehát igaz. Tényleg elszakadtak itt? Hát arra, én azt hittem, hogy egyébként ez nem is lesz jó sztori. Mert hogy erről... De annyira hihető a másik kettő is. Még a hip-hopot is simán elhiszem rólad, akkor valószínűleg a hip-hopban nem igaz. Az is igaz. Az is igaz. A gombóc nem igaz. De hogy volt gombóc egyébként? Nem. Nem volt gombóc? Nem volt gombóc. Imádom a gombócot, de 10-et nem ettem volna. Hát a fenet, de megettem volna. De nem biztos, hogy nyertem volna vele. Nem, a szalagszakadás az annyira publikus volt, hogy kis megfelelés kényszer, ugye erről már beszélgettünk. Én
pár hétre rá már folytattam az előadásaimat, és azt az évadot úgy nyomtam le, hogy mindenhol ültem, és föl volt téve. Nekem minden szalag elszakadt mondjuk a baltérdemben, tehát nem egy ilyen egyszerű szakadás volt. Hát akkor csinálod, akkor már csináld rendesen. Igen, nem? Ugye, úgyhogy az durva volt, csak arról sok fotó megjelent, meg azt de most ebből azért most egy kicsit szóltál neki, hogy nem készült fel eléggé. Ez nem egy nagy sztori, nem úgy, csak aki abban az időben mondjuk jött, az, tehát ugye ez egy ilyen látványos volt, és hát akár mennyire kellemetlen, de a hip-hop is igaz. Tényleg? I'm a single lady. Ennél jobb volt, de... Egy picivel azért lenni, hogy mondjam, szofisztikáltabban ezeket a mozdulatokat. Tom Cruise-os a Desert Stormból, nekem azon meg a sivatagi vihar végén Tom Cruise lejt egy fergeteges hip-hop táncot, az nincs meg. Nem, az hip-hop, de az hip-hop. Az hip-hop volt, és ő kérte, hogy úgy vállalja a szerepet, ha vastag szőrös csuklója lehet, és hip-hop táncolhat benne. Wow. Tényleg, de nekem nem szőrös. De nem, de hát, és volt koreográfusod, aki betenni? Hát az edző, ő a lányoknak a hip-hop tanára volt. Tehát csak így jobban voltunk, és akkor mondtam, hogy na hát ez azért így dukál. De egyébként nem, mintha te nem táncoltál volna. Hát az én 40-eseme, ami szintén nem tudom, hogy ez hogy lehetett, de mindegy. A 30-ason elkezdtük, van egy ilyen 6-os lánycsapat, barátnői csapatom, és előadtuk a Szeresd a testem baby című fergeteget. És sajnos ebben én nem vagyok benne ebben a 6-osban. Ja, de mert az egy ilyen 30 éves barátság. Igen. Annak már 4 és, éve. Ugye, igen, és akkor a 30 éves szülinapi bulimon kezdtük, akkor még ilyen nagyon kis szexire vettük a figurát, meg tudod, ez az ilyen színes haj, stb. És akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor innentől kezdve mindenkinek az esküvőjén is majd ezt eltáncoljuk. Tehát nekem például mennyasszony táncom is ez volt, tehát nem ez, hogy dobáljatok pénzt, hanem csak így eltáncoltuk. Cserébe a fiúk meg előadták a erdőszélén házikó, ablakában nagyanyó cím, mindegy. És akkor a 40-esre is ugyanezt a koreográfiát, az egyik barátnőmnek a nővére, ő koreográfus. És tényleg figyelj, a székkel, szóval ott az tényleg az ott ki volt találva, rengeteget jártunk próbára, megcsináltuk. A 40-edikre már úgy gondoltuk, hogy jó, de hát azért már 40, az már azért egy kicsit necces, ezért az elejét azt úgy csináltuk meg, hogy takarítónak öltöztünk be, tehát rendes ez a nejlon otthonka, partvisnyére, nem tudom micsoda, és akkor elkezdtünk így majd kiteljesedett maga a koreográfia, és a végére rám került egy ilyen riói nagy óriási fejdísz, ez a faroktól, és akkor teljesen ilyen kis badiba, meg nem tudom, szóval, hogy egy ilyen metamorfózison ment át a takarítónő. És az volt a terv, hogy majd ezt az 50-edikre is megcsináljuk, de beütött a Covid, úgyhogy a buli érdeklődés hiányában elmaradt. Majd nem sikerült konfetti ágyút bérelni. Igen, tehát, hogy így. De igen. Én elmentem hozzád, és vittem pezsgőt. Az igaz, mindent, az igaz, és ez így. Ez így. Igen, és előadta neked a hip-hop. Na még egy dolog van hátra, hogyha a barátságotoknak egyetlen egy jelzőt lehetne adni, akkor mi lenne az? Nézzem, most gondolkozok. Jó? Én tudok mondani gyorsan valamit, önfeledtség. Ó, ez jó. Ez még nem volt. Ahogy Szilvi elgondolkodik, az legkevésbé önfeledtségről árulkodik. Mert azt akarom, azt szeretném megfogni igazából, mert az önfeledtség az tényleg tök jó, de azt gondolom, hogy ebben van egy feltétlen elfogadás. Az ugyan két szó, de mégis az egy jelzős szerkezet, és szerintem ez nagyon sokat elmond, hogy egymás előtt, tehát hogy egyrészt nincsenek titkok, másodszorban meg az is jó, hogyha azt mondom, hogy figyelj, ez most nem volt jó. De hogy tudod, hogy a másik tudja, hogy egyébként imádod, és hogy nem bele akarsz rugni, hanem ilyen jó szándékú valami megjegyzés, de nem? Tehát, hogy mi drukkolunk egymásnak, tehát ez olyan ritka. tényleg nőnél. Igen, abszolút, tehát, hogy így... Jaj, de jó. Akkor melyik legyen? Feltétlenül elfogadó? Vagy mit mondtam? Van a feltétlen elfogadás, vagy az önfeledtség, az... Hát mondhatjuk, hogy nagyjából szinonimák, mert azért egy fedik egymást. Akkor azt fogom mondani, hogy egy önfeledt, feltétlenül elfogadó barátság. Olyan szép, amikor így a barátok, ez a legszebb része nekem, amikor így az emberek, így a barátok vallomást tesznek egymás füle hallatára, így a barátságról, meg abszolút. A másikról. Abszolút. És akkor ezután jön az, hogy hol ebédeljetek. Egyébként ez a... brutálisan éhes. Menj az idő. És lekésted a izet. Ja nem, ez siet, ez még nem állítottam, mert hány óra van? 2 óra lesz 10 perc múlva. Látod, megállt 11. az idő, annyira jó beszélgetés. Nem, ez még a, tudod, az óraeltállítás, mert most elutaztunk.
Nagyon szétesett a fejem? Olyan jetlegem van, mint az állat. Igen, meg egyébként, hogy beszéltél, teljesen vállalhatatlan volt, de mindegy, hát majd ezt kivágja. Meg még krákogok. Tehát, hogy ennyi. Majd átküldöm, hogy tudtad, miről beszéltél. Tehát, hogy hol voltál. Igen, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Azért jó élmény volt. Nagyon. Ez volt Kovács András Péter Barátság podcastja, a Kapod. Ha tetszett, iratkozz fel, értékeld, és főleg beszélj róla a barátaidnak. Találkozunk egy hét múlva. Szia!